Ismét legyőzte a bukaresti Steauát a brassói Korona. Keresztes Otto csapata 2-1-re nyert, és ezzel véglegessé vált, hogy a címvédő Dunarjá Galac ellenfele a brassói Korona lesz a rájátszásban. A brassói a góljait Fodor Csanád és Petres Tivadar ütötte. A fővárosi Steauát továbbra is aggódhat, hiszen a rájátszásba való kerülésért le kell majd győzni a Gyergyószentmiklósi Progim csapatát. A múlt hétvégéről elhalasztott bukaresti Steaua Gyergyószentmiklósi Progim mérkőzéseket holnap és holnap után játsszák Csíkkarcfalván. Egy ezüst és egy bronzérmet szerzett Románia a birkózók Európa-bajnokságán. Alina Vuk a 48 kilósok között lett második, Andrei Dukov pedig az 56 kilogrammos súlycsoportban bronzérmet nyert. A sepsiszentgyörgyi Ince Krista a 10. helyen zárta a lettországi kontinens bajnokságot. George Csorcseri lett a Marosvásárhelyi ASZIA új edzője, a 60 éves szakember a román bajnokságban korábban a kolozsvári CFR kispadján is ült már. Hivatalos sajtótájékoztató mutatták be a Marosvásárhelyi ASZIA labdarúgó csapatának új edzőjét. George Csorcseri tagja volt az egykori ASZIA aranycsapatának, majd annak szakvezetője is volt. Tavaly rövid ideig a kolozsvári CFR együttesét edzette. Marosvásárhelyiként örömmel írt alá egykori csapatához. Szerintem minden edző győzni szeretne, ezt akarom én is, lépésről lépésre haladni és megnyerni minden meccset. Hozzátette, bízik a tapasztalt játékosokban és szeretne fiatalokat is beépíteni. Kérdés, hogy mennyi ideig hagyják majd dolgozni. Ami az ASZIA legutóbbi sportszerűtlen mérkőzését illeti, a csapat kapitánya elnézést kért a szurkolóktól, amiért 4 piros lapot is begyűjtöttek a Pandúri ellen. A fiúk szégyenlik magukat, és sajnálják azt, ami történt. Nem tudjuk eltörölni a történteket, de a következő meccseken kijavítjuk a hibákat. A Marosvásárhelyi ASZIA legközelebb a Dinamo ellen lép pályára.